Evangélium Szent Máté Könyvéből. Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: Én kaptam minden hatalmat, az igen, és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványom már minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És ime, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Az ókor egyik legnagyobb hittudósa Szent Ágoston püspök volt, aki gyakran gondolkodott hitünk legnagyobb misztériumáról, arról a misztériumról, amelyet a mai vasárnap ünneplünk a Szent Háromság titkáról. Egyszer a tengerparton sétálva próbálta összegezni gondolatait, próbálta megragadni a Szent Háromság valóságának lényegét. És ekkor egy kisgyermeket látott, aki egy kis edénybe merítette a vizet, és megkérdezte Ágoston a gyermektől, hogy mit is tesz. A gyermek pedig így válaszolt. Ebbe a kis edénybe én ki akarom meríteni az egész tengert. Na de hát ez lehetetlen, mondja Ágoston, te nem tudod ebből a kis edénybe ezt a hatalmas tengert belerakni. És most jön a gyermek válasza, ahogy lehetetlenség ezen kis edénybe a tengert belemeríteni, úgy lehetetlenség, hogy az emberi ész teljes mértékben felfogja a felfoghatatlan titkot, a Szent Háromságot. Tanúságos történet ez, hiszen tényleg ki kell mondanunk, hogy a Szent Háromság titkát, azt a valóságot, hogy egy Istenben három személy van, vagyis állítjuk az egységet is, de ugyanakkor a három személyt is értelemmel nagyon nehéz felfogni. Ugyanakkor Szent Ágostont nem csüggesztette el ez a tapasztalat, és ő végül is mégiscsak választ tudott adni a Szent Háromság lényegére, arra, hogy hogyan beszélhetünk mi egységről, amikor voltaképpen három isteni személyt imádunk. Ő a szeretet szóval jelezte az egység lényegét, a szeretet az, amely öröktől fogva összekapcsolja a három isteni személyt. És ha észszel nem is tudjuk igazán felfogni a titkot, de szívünkkel mégis ráhangolódhatunk, ha ez a szeretet, az Istentől jövő szeretet határozza meg a mi életünket is. A felolvasott evangéliumi részletben feltámadt Krisztus apostoloknak adott küldetését hallottuk. Ezen küldetés lényege a tanítás mellett, hogy a Szent Háromság Istenre, a Három Isteni személyre kereszteljék meg, a hívőket, és ezáltal tegyék a hívőket a Szent Háromság életének részesévé. Ez a küldetés persze nem csak annyit jelent, hogy elvégezzük a szentségi szertartást, hanem hogy az egyházban igyekszünk valóban azt a szeretetet folyamatosan életre váltani, amely által a Szent Háromság titka belülről tárul fel előttünk. Mai nap azért imádkozzunk, hogy megvalósuljon életünkben Jézus ígérete, aki szeret engem, én is szeretni fogom, atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk, és lakást veszünk benne a Szentlélek által.